A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején. Esni fog, állapította meg Béla bá. Ugyan már? Legyintettek a többiek. Hé! Végül Béla bának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők felé. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abba hagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra lőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Béla bá üregét öntött el, utána Zödönét, és Fityircét is. Aztán meg olyan szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titusz és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Titusé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Béla báé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején titelegve. Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titusz, evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titusz. A régit teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt. A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titusz. Így is tettek. A patkány kis csónakával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, hanem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki Zödönre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Ó, bocsi!
Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Béla bámolyrágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejem legyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titus a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyebe nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Minden olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Hú, lehet, hogy ezt álmodom. Vagy tényleg csónakban ülök? A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepke halakról. Amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepke halnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább. Leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lett volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Arrivederci! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Hmm.
meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Siet veszélycélettel. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborba. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent? Gyűjtsél te is! Fityércet! Napsütötte őszi délután volt. Béla bá lakó ürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos talál valami érdekeset, ha körülnézne a réten. Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok levedlett tüskéi. De undi, ki akarna gyík tüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket. Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? Te izgi! Azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Béla be egy öreg bőröndöt, Titus egy sportáskát, Zödön egy zsákot, Valér a furcsa alakú dobozát, Fityirc pedig... Tényleg, hol van Fityirc? Fityirc, Fityirc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett. Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán Fityirc nélkül indultak el.
Vidáman szögdécseltek az őszi virágokkal petyezett réten, amikor Béla bá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak, pikkelyes mászócák! Látod valóban milyen szépek? Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerte szétmászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabadtéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet. Dehogy is! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten. Egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyi féle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállnak! Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne! Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pacsolyát gyűjteni? Gondolom, egyenként. Laborba! Az a kérdés, mitől pacsolja egy pacsolya? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pacsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak! Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő fityércbe. Te meg mit csinálsz itt? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik! Ötleteket, heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögre görbítő. Egy lepke lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Egy boltra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van ez ilyesminek. Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránk esteledik, barátaim. Irány a kupacunk. A kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz? Mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fityércet. Kiáltotta hangosan Titus, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, én a saját lábnyomaimat fogom gyűjteni.